A cukorbetegek Egri Egyesülete 8. alkalommal rendezte meg a cukorbeteg napot. A rendezvény nyitott volt, bárki részt vehetett a szűréseken, választ kaphatott a betegséggel kapcsolatos kérdéseire. A nap különlegessége az volt, hogy a fiatalokat, az egyes típusú cukorbetegeket is meg tudták szólítani. Az utóbbi időben egyre több megkeresés érkezett hozzánk. Szülők, nagyszülők kerestek meg, akik nagyon el vannak keseredve, mert pici gyermekük vagy unokájuk cukorbeteg lett, és segítséget szeretnének tőlünk kérni. Dr. Kerényi Zsuzsa diabetológus nem először segít az egrieknek. Ő maga 5 éves korától cukorbeteg, így betegként és szakemberként is látja a problémákat. Több fórumon előzetesen lehetett neki kérdéseket feltenni, több mint 40 kérdést kapott. A legtöbb arra vonatkozott, hogy titkolni kell. Le ezt a betegséget, milyen munkát lehet cukorbetegként vállalni. A doktornő szerint a szabályokat betartva teljes életet élhetnek a betegek. Igen, lehet a cukorbetegséggel teljesen teljes életet élni. Vannak bizonyos rendszabályok, de hát az egészségeseknek is lennének, ha betartanák nevezetesen az egészségesek. Előadást hallhattak a résztvevők a gyógynövények szerepéről az inzulinpumpa használatáról. Jakabné Jakab Katalin elnök azt ígérte, inzulinpumpa centrumot, valamint őszre egy gyermek és ifjúsági tanácsadót alakítanak Kiegerben.